Üdvözlök mindenkit a következő videóban, ez egy különleges videó lesz, mivel a gépemet fogom felfejleszteni, ugye, amivel vágni szoktunk. Meg is mutatom nektek, hogy jelenleg mi van benne és milyen változtatások fognak következni. Leveszem az oldalapot. Jelenleg a gépben egy i5-9400F 6 magos processzor van, 2,9 GHz és egy Asus 1060 6 gigás videókártya, amit még egyelőre nem gondoltam fejleszteni, az majd a jövőre nézve lesz. De most, amit fejleszteni fogunk, az egy új alaplap lesz, ez egy B365 Pro 4. Fontos, hogy mi erről a Asus Prime H310MR2.0-as alaplapot fogom átcserélni, tök mindegy, nagyon hosszú. Erre a B365 Pro 4 Asrock alaplapra, ami lényegesen jobb lesz, mivel 2660 MHz-es memóriát is támogatni fog, amivel sokkal jobban tépni fog a gép, nyilvánvalóan jobban fog menni minden. Illetve a jövőre nézve egy 16 GB memóriát bele fogok rakni, ami ugye nyilvánvalóan ugye ez 2133 MHz, az majd 2660 MHz lesz. Én Predatorra gondoltam, Predator RAM-okra szerintem az lesz a megfelelő. Illetve ugye, hogy lenni kell egy táplálásnak, ez egy 850 wattos, leárazásnál vettem, cooling, moduláris, ATX tápegység. Ez is teljesen jó lesz, ugye mivel moduláris, ezért nem lesz mindenféle össze-vissza kábelezés, itt minden faszán meg lesz szódva. Nyilvánvalóan egy új alaplapot vettem meg, ugye ez LGA 1151 V2-es szokettel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ugye pontosan passzolni fog ugye az i5-9400F processzorhoz. Amit akartam még mondani, hogy azért vettem meg ezt az új alaplapot, amit itt mutattam, de azért még egyszer megmutatom ezt az Asrock BR65 Pro 4-et, mivel ez az alaplapon, ugye ez egy ATX alaplap lesz, ezt még itt nem fejtettem ki, de ugye a tápegységből már rájöhettetek. Szóval egy ATX alaplapot fogok berakni, és három csatlakozója lesz a ventilátoroknak. Gergő, gyere, mutasd meg közelebbről. Itt lesz, ugye itt van két ventilátor, ezek a gyári ventilátorok a gépházban, amit kaptam, illetve ugye ez a gépház is más, erre is ki akartam térni, hogy ez egy Corsair 275R Airflow. Nagyon örülök, hogy ezt választottam, nem valamilyen Zalmont, vagy valami másikat. Azért választottam ezt, mert három házhűtéssel rendelkezik alapból. És ugye ez azért is lesz jó, ez az új alaplap, mert három csatlakozója van, és így hozzá tudjuk csatlakoztatni a ventilátorokat, és jól fog működni. Hát akkor nézzük meg a dolgokat, egy kis unboxing részletet fogtok látni. Először kezdjük a tápegységgel, mert az nem annyira izgalmas. Ez egy 850 wattos tápegység, ami azért abban már van kakaó. Ugye ezzel már nagyobb videókártyákat is bele tudok rakni a gépbe, nagyobb teljesítménnyel. Itt láthatjátok a tápegységet nagyjából. Így néz ki, így egy 120-as ventilátor van, aktív PFC, tehát védve lesz. Ugye nyilvánvalóan, hogy ezek a rottyos, akik a tápegységeknél szokott lenni, ugye, ami nincs eléggé védve, aztán szétrottyannak, de ez eléggé védve lesz, ezzel nem lesz gond. És akkor itt láthatjátok gyakorlatilag az egész alaplapot, hogy néz ki. Ki is veszem itt a... Nem tudom, hogy jobban látszódjon. Még én sem láttam itt, teljes formájában, azért elég jól néz ki. És itt pedig, hát még több sata, szerintem. És nagyjából igen, itt láthatjátok az alaplapot, ilyen alumíniumos, morcos borítás kapott, ez ilyen hűtős megoldással van, illetve itt láthatjátok, nem tudom, hogy mennyire látszik, ezt le is húzom, 8 darab USB-vel rendelkezik. Hol van az USB-C? Ott van, ha látjátok, ez a kis csatlakozás. 4 darab RAM is beleférhet a labba. Ugye, amint itt láthattátok, gyere, Gergő, léci, itt csak két darab RAM foglalat van, itt már négy lesz, de ennek ellenére is szerintem csak kettő modult fogok először megvenni, és így ugye 16 giga lesz majd,
majd abból is láthatok egy kis bevezetés szerintem. És ilyen RGB-s csatlakozásra is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a ház, világítás megoldhattok, és egyéb dolgok. Még egy dolgot ki szerettem volna emelni nektek, hogy ez AMD Crossfire-rel rendelkezik ez a rendszer, tehát két darab GPU-t is bele lehet rakni, itt látjátok az egyiket, és itt a másikat. Ez nyilvánvalóan ugye azoknak fog kelleni, akik AMD-s kártyát raknak bele, illetve a szerelés közben el kell távolítani ezeket a nylonos anyagokat, ami rajta van ugye a hűtés érdekében, és most egy timelapse-et láthattok, illetve a fontosabb részeknél pedig bejelentkezünk. Távolítottuk a dolgokat az alaplapról, és láthatjátok is, hogy le lett véve a memória, kártya, illetve egyéb nyalánkságok. Látni fogjátok a méretbeli különbségeket, hogy egy ATX és egy micro ATX-nak mi a különbség. Mert lesz. Most helyezzük be az alaplapot, látható a különbség, amit már mondtam nektek. Most már leér teljesen az aljáig az alaplap, mert csak az alaplapi csavarokat kell tudni, hogy hol vannak, de azt már tapasztaltuk. És most helyezzük be az Intel Core i5-9400F processzort. Elvileg passzolnia kell, mert ugye úgy választottam a lapot. Most pedig a pasztát fogjuk felhelyezni, mi ezt a Cooler Master pasztát használjuk egy ideje, és azzal a módszerrel, hogy egy fél borsószemnyi pontot odanyomunk a processzor felületére, ráhelyezzük a hűtőt, és így el fog szépen terülni a paszta. És beszereltük az alaplapot, amit láthatjátok, teljes formájában, és most pedig a kábelezés fog következni. We'll be right back.
Kész vagyunk a kábelezéssel, és most fogjuk berakni a videókártyát. Amit láthatjátok, eléggé passzol a buildhez, mivel egy ilyen fehér alumínium fémes buildem van jelenleg, és már be is kattant, amit, ahogy láthatjátok. Én nem vagyok gimbal kezelő profi, szóval ezt nézzétek el. Így néz ki. Oh, ennek volt hangja. Oké, okay, eddig jó, mert ott az állapot lett. Oké, okay, akkor vissza minden. 2000 years later.